Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy 4 incses versenygépem, egy GoPro Hero 7 Black-kel a tetején. Egy csütörtöki napon mentünk ki repülni a Pax Ligethez. Epic nap volt, rengeteget repültünk, gyakoroltunk, majd egyszer, amikor elrepültem egy olyan 7-800 méterre, visszafele jövet, elment a videójelem, és elhagytam a masinát. Nem lett meg aznap, sem pénteken, sem szombaton. Gondoltam, ezt a történetet elmesélem nektek, hogy mit tanultam belőle, hát ha tanulságos lesz számotokra is. Kezdjük az elején. Ezt a gépet nagyon sokat használom. Technikailag megbízható, és már többször repültem el vele ilyen távolságra. De akkor miért hagytam el? Az történt, hogy amikor elértem a legtávolabbi pontot, és visszafordultam vele, azt hittem, hogy megtettem a 180 fokos fordulatot, de ez körülbelül egy olyan 150 fok lehetett. Ez röhelyesnek tűnhet, de onnan fentről a levegőből ez egyáltalán nem triviális, és egy másik ösvényt követtem, amire azt hittem, hogy hazafele vezet. Elég gyorsan bekerült a drón és közém egy erdőrészlet, így elment a videójelem. Ekkor, annak tudatában, hogy hazafele tartok, technikai hibára gyanakodva, azonnal stabilizált módba kapcsoltam és lekaptam a szemüveget, hogy majd losban hazahozom. Azonban nem láttam a masinát, így gyorsan dizármoltam, és az lezuhant. A DVR felvételt nem találtam a fedtság szemüvegemben, azt hittem, hogy el sem indítottam. Így teljesen rossz helyen kerestem aznap a drónt, végül napnyugta után szomorúan indultunk haza. Este otthon a szemüvegből átraktam az SD kártyát a számítógépbe, ott találtam meg a DVR felvételt, és szembesültem a baklövésemmel. Ezen fellelkesülve, következő nap reggel 6:30-kor már kin voltam a feltételezett földetérési területen. Azonban több órányi keresés után sem lett meg. Annak ellenére, hogy az utolsó látható helyszín miatt szinte biztos voltam benne, hogy jó helyen keresem, elszállt minden reményem. Délután másodmagammal még kimentem keresgélni, de sikertelenül. Az elhagyott eszközök értéke elég magas volt, tekintve, hogy a GoPro önmagában olyan 120 ezer forint körül volt, plusz a drón, így hát az egész szombatot ezeknek a keresésére szántam. Szerencsémre jó idő volt, és a barátnőm és több barátom is segített a keresésben. Egy Mavic-kel pásztáztuk át a fák tetejét, és négyen keresgéltünk a mezőn. De teljes kudarc volt a nap. Elkeseredve és a sok gyaloglástól izomlázzal tértünk haza este. De nem tudtam elengedni a gépet, minden áron meg akartam találni. Hazatérve videószerkesztő programba importáltam a DVR felvételt, és kikockáztam, képkockáról képkockára néztem át, és újabb infókat találtam. Tehát amit a videón nem lehetett látni, azt kikockázva még láthatóvá vált, és azt találtam rajta, hogy jóval elsodródott a drón az eddig keresett területektől. Vasárnap ennek tudatában indultunk párommal a végső kutatásra, és egy órán belül meglett a kis kóborló. A kamera várhatóan leszakadt a gépről, valamint az egyik kar eltört. A kart kicseréltem, a kamerát visszaaplikáltam, és aznap délután már repült is a kicsike.
Na de nézzük, mit tanultam az esetből, mire érdemes odafigyelni. Az első, hogy mindig indítsd el a DVR-t, győződj meg róla, hogy elindítottad, hiszen lehet, hogy majd csak erre hagyatkozhatsz, amikor keresed a masinát. A kettes, hogyha viszonylag messzebb repülsz magadtól, akkor bizonyos időközönként forduljál vissza, és nézd meg a tájat, keresél tájékozódási pontokat, nézd meg azt, hogy te hol helyezkedsz el, hogy mindenképpen visszataláljál. A hármas, amennyiben már elvesztetted a gépet és visszanézed a DVR-t, akkor nem feltétlenül elég ezt a szemüveggel megtenni. Érdemes egy videóvágó programban megnézni kockáról kockára a felvételt, mert lehet, hogy még találsz egy olyan képet, ami segít a megtalálásban. Ezt a videó megtekintésekor nem biztos, hogy meg tudod tenni. A négyes pedig, hogy ha elment a jeled, akkor minél hamarabb dizármold a gépet, hiszen egy versenydrón az nagyon gyorsan tud menni, és egy másodperc is rengeteget számít. Na, és őróla van szó. Négyincses kis masina, HQ proppokkal, teljesen átlag Mambasztek, 1806 motorok, és egy 850-es 4-eses aksi volt rajta, és a toplétet azt kicseréltem azóta, de ez volt rajta gyakorlatilag, ezzel a rikító színnel, de hát hogyha rossz helyen keresem, akkor soha nem lesz meg, tök mindegy milyen a színe, és ő volt benne. Tökéletesen működik a kamera, a drónnak a jobb első karja tört el, ezt cseréltem ki, így esett le. Látjátok, ilyen merevítők is vannak, tehát elég kis méregzsák, bírja egyébként a strapát, de elég magasról esett le. Az antenna egyébként itt helyezkedik el, és ha megnézitek, a GoPro az pont eltakarja, hogyha hazafele jövök, bár jelen esetben nem ez volt a probléma, mert nem ezért vesztettem el a videójelet, hanem ugye a fák miatt. Kár, hogy nem tudtam, hogy merre repülök. Úgyhogy ő a kóborló. Remélem, hogy olyan alap dolgokat már meg sem kell említenem, hogy emberek fölött nem repülünk, és a félszép mindig legyen beállítva a gépen. Köszönöm, ha végignézted az én kis esett tanulmányomat. Remélem, hogy ti is tanultatok valamit belőle, nekem tanulságos volt. Ha tetszik az ilyesfajta videó, akkor jelezzétek egy kommentben, vagy lájkoljátok a videót, hogy én is értesüljek róla, hiszen ez az első, hogy ilyet csináltam. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra!